Vízben áll a napraforgó és a kukorica és gyulatanyán a Nébih fajta kísérleti állomásán. Idén számos időjárási körülmény okozott nehézséget a gazdák számára. A tavaszi fagyos éjszakákat hosszantartó szárazság, majd szokatlanul sok csapadék és jégeső követte. A kalászosok a rendkívül csapadékos ősznek köszönhetően nagyon jó állapotban mentek neki a télnek, tehát nagyon megerősödött az állomány, viszont az őszi csapadék után tavasszal jött egy rendkívüli nagy szárazság. Itt például Gyulatanyán március 1-én 5,8, március 2-án 5,2 mm csapadék volt, és utána csak ilyen 1-1,5 mm, 80 napig nem esett az eső. Én 40 éve vagyok Gyulatanyán, de még ilyenre nem volt példa, viszont az ezt követő elmúlt 30-valahány napban közel 300 milliméternél járunk. A megyében több jégeső is volt. Gyulatanyát háromszor verte el különböző méretű jég. Eleinte csak kisebb borsó nagyságú esett. Azonban a múlt pénteken 67 milliméternyi özönvízszerűen érkező csapadékkal már cseresznye nagyságú is hullott. A kísérleti telepvezetője hozzátette, ha még több eső esik, az a kalászosoknál már jelentős minőségromlást okozhat a sikertartalom gyengülése miatt, azonban a burgonya termesztők jól jártak a nagy mennyiségű csapadékkal. A burgonya most ebben az évben, amit említettem, így, hogy a rendkívüli csapadékos tavasz után, tehát most még az is jó járt, aki ugye nem öntözött. Nagyon szép a burgonya állomány, itt viszont rendkívül oda kell figyelni a fitoftórára, hiszen hetente permetezünk, tehát csak preventív megelőző permetezéssel tudjuk megfogni a fitoftórát. Ha sajnos, hogyha fitoftórába, de ezt a gazdálkodók nagyon tudják, hogyha belesik a fitoftóra burgonyába, akkor onnan menthetetlen az állomány. Agusztinyi András hozzátette, a repce és a kukorica állomány is szépen fejlődik, a kalászosok betakarítása pedig hamarosan elkezdődhet, azonban a további esők, valamint a viharos, szeles időjárás okozhat még károkat, sok helyen ugyanis már így is le vannak dőlve a kalászosok, így pedig problémát okozhat a gépi betakarítás.